Óbecse község költségvetésébe az elkövetkező időszakban több mint 71 millió dinár folyik be, amely magasabb kormányzati szintű forrásokból érkezik több projekt megvalósítására. A helyi önkormányzat ugyanis két megállapodást írt alá az államigazgatási és önkormányzati minisztériummal. Az egyik a községi közigazgatásban működő szolgáltató központ rekonstrukcióját és korszerűsítését érinti 8,2 millió dinár értékben. A másik a Tiszaparti Városi Stadion melletti sportkomplexum építésére vonatkozik, amelyre 25 millió dinár érkezett. Óbecse község 8,3 millió dinárral vesz részt a projektben. A Tartományi Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság 21 millió dinárt különített el a Pecesori út felújítására, míg a község 15 millió dinárral járul hozzá ehhez a projektumhoz. Nekünk muszáj ezt az utat átadnunk a Szerbia utai vállalatnak, ez a mi feladatunk, és meg kell, hogy találjuk a megfelelő modellt arra, hogy hogyan adjuk át. Ezen dolgozunk, és ez meg fog történni. Viszont nem várhatunk egy évig, ha nem sikerül 3, 4, 5 vagy 6 hónapon belül átadnunk. Nekünk ezt az utat rendeznünk kell, hogy Pecesor polgárai és mindazok, akik ezt az utat használják, zavartalanul közlekedhessenek rajta. Erre különítettünk el bizonyos pénzeszközöket, körülbelül 36 millió dinárt, de nem állunk le ezzel. Az út nagy részét szanáljuk, ám ez nem változtat a szándékunkon. Nevezetesen azon, hogy ezt az utat átadjuk a Szerbia útjai vállalatnak. Mert úgy véljük, hogy így a természetes, hiszen nem vagyok biztos abban, hogy más községben létezik olyan út, amely két lakott települést köt össze, és a község tulajdonába tartozik, főleg ha ennyire hosszú. Lényegében azt gondolom, hogy ez az út a Szerbia utai vállalat hatáskörébe kell, hogy tartozzon. A projekt a Pecesori út legrosszabb állapotban lévő szakaszainak szanációját irányozza elő, vagyis nem csupán a lyukak foltozását végzik majd. Az elkövetkező időszakban a vízellátás területén is beruházások várhatók, jelentette be a község elnöke. Két kútfúrást kell elvégeznünk annak érdekében, hogy az óbecsei polgároknak normális legyen a vízellátásuk. A Vodokánál vállalat már néhány kutat rekonstruált, hogy a nyárra, abban az első hullámban, amikor megkezdődik a meleg idő, legyen normális a vízellátás. Hogy biztosak lehessünk ebben, szükség volt ennek a két új kútnak a fúrására is. Ennek a projektnek az összege 21 millió dinár, amelynek mintegy 80%-át a tartományi mezők gazdasági titkárság különíti el, 20%-át pedig Óbecse község. Emellett az idei évre tervben van a sportinfrastruktúra beruházási ciklusának folytatása is. Vannak itt még kisebb projektjeink is, amelyekre támogatást kapunk, mint amilyen például a Partizán épületének a rendezése. A nyilászárókat fogjuk kicserélni, és a mosdókat felújítani. Emiatt mielőbb el kell végeznünk a költségvetés következő módosítását. Hogy miért nem módosítottuk most? Azért, mert várjuk, hogy az elkövetkező mintegy 10 napban megkapjuk a kisebb projektekre is a jóváhagyást, és miután ez meg lesz, akkor fogjuk módosítani a költségvetést, és elindítani a projektek megvalósítását. Óbecse községi képviselőtestületének tanácsnokai elfogadták a költségvetés első módosításáról szóló határozat tervezetet, amelybe belefoglalták a Bányászati és Energiaügyi Minisztériumtól kapott 5 millió dinárt. A lakóépületek, családi házak és lakások energiahatékonyságát ösztönző rehabilitációs program finanszírozására. Óbecse község ugyanennyi pénzt különített el, így idén 10 millió dinárt fordítanak ezekre a célokra. Az elkövetkező időszakban a helyi önkormányzat iránymutatást kap az illetékes minisztériumtól a szabályzat kidolgozásához, amely meghatározza a polgárok e-joga gyakorlásának feltételeit és módját, valamint a munkálatok kivitelezőinek kiválasztási módját is. A polgárok csak egyfajta támogatásra pályázhatnak energiahatékonysági szempontból, például a fűtés megoldására, amennyiben a környezetet szennyező fűtésfajtáról térnek át energiahatékonyra.
Ezen kívül pályázhatnak házuk szigetelésére, valamint a nyilásszárók cseréjére. Egy szabályzatot kell kidolgozni, amit a minisztériumnak jóvá kell hagynia, és a képviselőtestületi ülésen a tanácsnokoknak el kell fogadniuk. Ezt követően pályázatot hirdetünk a munkák kivitelezésére. A jelentkező kivitelezők listájáról a polgárok kiválaszthatják, hogy kit szeretnének közülük a munka elvégzésére. Miután ez is megtörtént, akkor egy újabb pályázat lesz meghirdetve a polgárok részére, amely tartalmazza a feltételeket és azt is, hogy milyen dokumentációra lesz szükség mindehhez. Erre egy külön bizottságot fogunk kinevezni, amely majd dönt ezekről a pályázatokról. A polgárok a pénzt nem a számlájukra kapják, hanem az önkormányzat közvetlenül a polgárok által kiválasztott vállalkozónak fizeti ki a pénzt. Előszámla alapján. Bízunk abban, hogy júliusig mindezeket a folyamatokat véghez fogjuk vinni, és hogy addig kihirdethetjük a pályázatot a polgárok részére. A munkálatok befejezésének határideje az év végéig esedékes. A tanácsnokok elfogadták az Óbecsei Városi Színház tervét és munkaprogramját is. A költségvetésben pénzt különítettek el az idén 10 éves évfordulóját ünneplő Óbecsei Monodráma Fesztiválra, továbbá a Kontrafesztre, az irodalmi estekre, tribűnökre, a mozi működésére, a városi kamarakórus működésére és a színházi produkciók igényeire. Idén az előző évhez hasonlóan lesz 3, illetve 4 új előadásunk, konkrétan 3 szerb, egy pedig magyar nyelven. Minden drámai stúdiónk rendkívül aktívan dolgozik, és amit fontos kiemelni az az, hogy fiatal színészeket fogunk foglalkoztatni, akik egykor tagjaink és amatőrök voltak. Ma pedig már hivatásos színészek, és ennek mi nagyon örülünk. Az, ami 10 évvel ezelőtt még lehetetlen volt, mára már megvalósítható, azaz a színházi produkciók hivatásossá tétele. Óbecse község idén pályázott a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumnál a Gradoviu Fókuszú elnevezésű projekten keresztül a Városi Színház tető felújítására. Mi már kaptunk támogatást néhány évvel ezelőtt Óbecse községtől teremkarbantartásra. Ekkor új felszerelést szereztünk be. Ugyancsak Óbecse község, valamint a Szerbiai Filmközpont támogatásával felújítottuk a mozi felszerelését. Ami jelenleg kulcsfontosságú, az a tető felújítása, amire már át is adtuk az előszámlát, és ebben szintén Óbecse község, valamint a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium támogatására számítunk. Ezt követően szükség lesz a falak szigetelésére, és természetesen részletekben az egész épület szanációjára. Végül remélem a burkolat felújítására is sor kerül majd. Óbecse község egész területe hivatalosan 100%-ban le van fedve az újrahasznosításra szolgáló sárga konténerekkel, amelyek a háztartási hulladék elsődleges szelektálására szolgálnak. A lakott területek közterületén összesen 800 konténer került elhelyezésre, átlagosan minden 10 háztartásra egy. Ennek a beruházásnak az értéke, amelyet a Tiszamente Óbecse vállalat biztosított adományok útján, több mint 100 ezer eurót tesz ki. Az 5 éves tervünket, amely szerint Óbecse község egész területét ellátjuk a másodlagos hulladék gyűjtésére szolgáló sárga konténerekkel, remélve, hogy ezt 6 év alatt tudjuk is realizálni, mindössze 3 év alatt megvalósítottuk. Ez számunkra sikert jelent, és elmondhatom, hogy Óbecse község az első Szerbiában, amely 100%-ban ellátta területét és a szolgáltatás felhasználóit a másodlagos hulladékra szolgáló konténerekkel. Átlagban minden 10 háztartásra jut egy sárga konténer. Óbecse az első község Szerbiában, amely 100%-ban teljesíti az elsődleges hulladék szétválasztást, és mintegy 12 ezer háztartásnak lehetősége van a hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás elve alapján raktározni azt. Január végén találkoztunk, amikor Zoltán igazgató úr június végét tűzte ki célul,
hogy akkorra a második helyi közösséget is teljes mértékben ellátjuk sárga konténerekkel. Ez a találkozás után azonban mindannyian lelkesen dolgoztunk, mert láttuk azt, hogy a polgárok felismerték a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, és az újabb 200 konténer kihelyezése után ők is belátták ennek előnyeit, és igyekeztek hozzájárulni ehhez a folyamathoz, hogy felgyorsíthassuk ennek a célnak az elérését. És íme március vége van, és kijelenthetjük, hogy ezt a projektumot a tervezetnél sokkal korábban, gyorsabban és hatékonyabban megvalósítottuk. A belgrádi Ecostar PAK a csomagolt hulladékkezelés országos szolgáltatója a Tisza mentének 440 újrahasznosításra szolgáló sárga konténert adományozott, valamint 60 tárolókannát a vendéglátóhelyeknek az üveg részére. A Tisza mente Úbecse eddig több mint 500 tonna préselt hulladékbálát küldött újrahasznosításra, és ezzel jelentősen csökkentette a szemét mennyiségét a Botra hulladéklerakóban. Vannak kimutatásaink idénről, amelyek szerint januárban megkétszereződött az összegyűjtött hulladékbálák mennyisége a tavalyi évhez viszonyítva, februárban pedig megháromszorozódott. Ez csak azt bizonyítja, hogy ez jó megoldás volt, és hogy a sárga konténerekkel sokkal jobb hatást értünk el, mint a zöld zsákokkal, amióta a polgároknak biztosítottuk a helyet, ahová kihelyezhetik az újrahasznosításra szolgáló hulladékot. Most áttérünk majd az edukációra, amely a folyamatnak a fontosabb és szebb része, amit egész éven keresztül fogunk folytatni, annak érdekében, hogy a polgároknak pontosan elmagyarázzuk, hogy hogyan és mi módon kell gyűjteniük az ilyenfajta hulladékot, hogy ez minél hatékonyabb legyen mindannyiunk számára, és hogy az előnyei is mind nagyobbak legyenek. Ezzel megkönnyítettük a polgároknak, mert nem kell azon gondolkodniuk, hogy melyik napon is tegyék ki a szemetet, hanem mindenki szükség szerint viszi a másodlagos nyersanyagot a sárga konténerekbe. Arra kérjük azonban a lakosokat, hogy figyelmesen és amennyire lehet minőségesen végezzék a szelektálást, hogy ebbe minél kevesebb szemét kerüljön, mivel ez további költségeket eredményez. A második helyi közösség lakói többé nem kapnak zöld zsákokat a másodlagos nyersanyag gyűjtésére. Az utolsó teli zsákokat a háztartásokból március 31-én szállítják el, és ezt követően a PET csomagolást, a konzervdobozokat, az üveget, a kartont és a papírt a sárga konténerekbe kell dobni. A Tisza mente Úbecse cégben elmondták, hogy az elkövetkező 3 hónapban további 100 újrahasznosításra szolgáló konténert terveznek biztosítani, amelyeket azokra a helyekre kell kihelyezni, ahol fokozottabb mennyiségű az ilyen újrahasznosítható hulladék. A tavaszi nagytakarítás és a nagyméretű hulladék elszállítása Úbecse községben hétfőn, március 28-án kezdődik, és 2 hétig, április 11-éig tart. A polgároknak ki kell tenniük házaik elé a feleslegessé vált holmit és nagyméretű hulladékot azon a napon, amikor egyébként is szállítják a háztartási szemetet. Az építkezési törmelék kivételével mindent elszállítanak. El kell mondanom, hogy más községekkel szemben, ahol az ilyen lomtalanítási akció évente 1-2 napig tart mindössze, mi ezt minden évben tavasszal és ősszel megszervezzük 2 héten keresztül. Azzal a céllal, hogy a polgárok mindenféle térítmény nélkül ingyenesen megszabadulhassanak a feleslegessé vált holmiaiktól, valamint a nagyméretű hulladéktól. Ennek költségeit teljes egészében a helyi önkormányzat finanszírozza a községi költségvetésből. Éppen ezért nincs arra szükség, hogy illegális szemétlerakókat alakítsanak ki egyes felelőtlen polgárok annak érdekében, hogy megszabaduljanak ezektől a holmiktól. Másfelől ezzel az akcióval óvjuk a környezetünket is, mert megszervezzük, hogy a polgárok a legkönnyebb módon megszabaduljanak a nagyméretű hulladékoktól. Bővebb tájékoztatást a tavaszi lomtalanítási akcióval kapcsolatban a polgárok a 063-8652-566-os és a 063
8652666-os telefonszámok felhívásával kaphatnak. A tavaszi és az őszi lomtalanítási akció alkalmával körülbelül 20 ezer tonna nagyméretű hulladék gyűlik össze. Arra kérjük a polgárokat, hogy a lomtalanítási akció alkalmával ne vigyenek ki a házaik elé elektromos készülékeket, például elromlott hűtőszekrényeket, mélyhűtőket, melyeket már nem lehet használni, mert ez a fajta hulladék a veszélyes hulladékok kategóriájába tartozik, és nekünk ezeket tilos és nem is fogjuk elszállítani a depóniára. Hamarosan eljön annak is az ideje, amikor majd ez is meg lesz oldva, és akkor majd egy egészen más módon, az előírás szerint fogjuk ezt elvégezni. Tehát a régi bútorokat ki lehet tenni, és minden olyan nagyméretű limlomot is, ami már semmire való, és nem újra hasznosítható, kivéve az építkezési törmeléket és az elektromos készülékeket. Péter révén összesen 41 polgár jelent meg az önkéntes virradási akción, amelyet az ifjúsági klub helységeiben tartottak, és 3 új adományozóval lett gazdagabb a település. A Vajdasági Transfúziós Intézetből arra kérik a lakosságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az önkéntes virradási akciókon, mert ennek az értékes folyadéknak a készletei csökkentek. Különösen a nullás és az A vércsoport készleteiből van hiány. Amióta a világjárvány uralkodik, de különösen az elmúlt néhány hónapban, amióta az Omikron dominál, csökkent a vérkészlet. Különösen az RH negatív és az A vércsoport készletből van hiány. Éppen ezért, kihasználva az alkalmat, arra kérem a polgárokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a településükön megszervezett önkéntes véradási akciókon. De vért adhatnak az Újvidéki Transfúziós Intézetben is, mivel a vér életmentő lehet. Akár először, akár rendszeresen adnak vért, Péter éve lakói elmondták, hogy elsősorban humánus okokból segítik a segítségre szorulókat. Most vagyok itt másodszor, körülbelül másfél éve voltam, de egészségügyi gondok miatt nem tudtam jönni, és most végre el tudtam. Nekem fontos, mindenkinek fontos szerintem, fontos kellene, hogy legyen, főleg a fiataloknak, akik egészségesek, hogy adjanak másoknak. Sose tudjuk, hogy a családunkban is milyen gond adódik, és kell majd valakinek vér, és miért ne segítsünk másoknak. 29-ig adtam vért. Tehát ilyen, hogy egy évben kétszer, ha lehet, itt háromszor is, több éven keresztül, tehát még be nem töltöttem a 65-öt addig, igen, és szüli napom előtt egy nappal adtam utoljára vért. Én egy 3-4 éve vagyok véradó a férjem tanácsára. Ő is véradó, de ő most jelenleg nem bírt eljönni. Ő végette is, meg saját magam véget is, az egészségem véget, a gyerekünk egészségügyi iskolába járt, úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy ha tudunk, segítünk. A tervek szerint az önkéntes véradási akció következő állomása Óbecsén lesz április 6-án, majd Bácsföldváron április 15-én. A Bíber Polgárok Egyesülete Óbecse község turisztikai szervezetével együttműködve, valamint a helyi önkormányzat támogatásával megrendezte a tavaszi virágpiacot hétfőn és kedden. Ez egy olyan rendezvény, amit Óbecsén 15 évvel ezelőtt kezdtünk szervezni. Úgyhogy idén egyfajta kisebb jubileumot ünneplünk, és nagyon örülünk annak, hogy idáig eljutottunk, hiszen még a nehéz koronavírus járvány idején is fent tudtunk maradni, és meg tudtuk tartani a rendezvény folyamatosságát. Körülbelül 100 kiállítónk van a téren, és mintegy 20 új, akik most jöttek először, hogy kiállítsák termékeiket itt Óbecsén. Az óbecseieknek, de minden ide látogató vendégnek is alkalma volt a virágpiacon mindent beszerezni a kertjük és az otthonuk díszítésére. A cserepes virágoktól, gyümölcsfáktól, tűlevelőektől kezdve
egészen a trópusi növényekig és kaktuszokig, de minden kapható volt a kertek és a növények megmunkálásához és kezeléséhez is. Különböző kéziszerszámok, elektromos és motoros gépezet. Ami a növények árait illeti, az eladók kiemelték, hogy az árak nem változtak jelentősen az előző évekhez képest, azaz, hogy hasonlóak maradtak. Ezt a kis virágot vettem csak, és szép ez a piac. Még nem vásároltam, tetszik, igen. Ez olyan kicsit, hogy mondjam, olyan jó esik így kint lenni. Hát majd eztán eldől, hogy mit vásárolok. Kicsikét hiányzott ez, hogy az emberekkel kint legyünk. Meg szép a felhozatal. Nagyon szép a virágpiac, minden olyan szépen meg van szervezve, áttekinthető, tál a virága, úgy látom érdeklődők is vannak, úgyhogy meg vagyok elégedve, de el fogok még jönni. Még nem tudom itt hagyni, még egy párszor átni fogom nézni. Tetszik, és örökzöldet vásároltam, még kövérózsát. Ezt a különleges futóvirágot vettem, amit mindig megveszek, mert egy ideig gyönyörű, de aztán nem tudom, mi történik vele. Ám én veszek másikat. Vettem illatos virágot is, mert nagyon szeretem. És van egyfajta növény, amit most vettem először, de úgy néz ki, hogy pont jó lesz. Visszajövök majd még, mert már nincs több kezem, hogy mindezt hazavigyem. Imádom a virágokat, otthon is rengeteg virágom van. Ez számomra egy hasznos szórakozás. A standokon élelmiszertermékeket, különféle alkoholos és alkoholmentes italokat, ruházati cikkeket, kerámiákat, naturkozmetikumokat és még sok minden mást is meg lehetett vásárolni. A látogatók azonban a virág és a növényárusok standjainál időztek a legtöbbet. Hát nagyon-nagyon sokan vagyunk az idén a virágpiacon, nagy választék is van. Nálunk van többféle virág, szóval elsősorban szezonális virág, vannak mellette zöld, örökzöldek, amik többévesek, és vannak szobanövények is. Igény szerint mindenkinek van valami megtalálható. Az árak azok nagyjából ugyanazok, mint eddig voltak, egy picivel lehet magasabbak, némelyik növények viszont picit kisebbek az árak. Már évek óta jelen vagyunk az óbecsei virágpiacon. A Reszava Dimitrievics ültetvény már mintegy 45-50 éve fennáll. Despotovac környékéről érkeztünk, Reszavska Petyináról. Javarészt udvarba és kertbe való növényeink vannak. Japán körte, japán alma, szibériai citrom, gránátalma és többfajta különleges növények. Ezek az udvar díszei. És ami a legfontosabb, nem igényelnek külön kezelést. Mivel manapság az emberek nagy gondot fordítanak az egészséges táplálkozásra, és fontosnak tartják azt, hogy a gyümölcsök minél kisebb mennyiségben legyenek permetezve, hát ezeket nem is kell egyáltalán permetezni, mert semmilyen kártevő nem támadja őket, sem a növényi tetvek, sem a gombák. Az idei virágpiac újdonsága a gyermekek számára szervezett nyílt műhelyek, amit a szervezők a Sztrávko-Klozsánszki Általános Iskolával és az Óbecsei Tanítók Egyesületével együttműködve valósítottak meg. Kedden a délelőtt folyamán pedig köszönő leveleket osztottak ki mindazoknak a polgároknak, akik 15 éve a szervezők mellett állnak, mert, mint ahogyan azt Mási Csosztoics elmondta, nélkülük ez a piac nem létezhetne. Az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából az Ökobecse Polgárok Egyesülete edukatív műhely munkákat szervezett a Sztrávko-Klozsánszki Általános Iskola alsós tagozataiból mintegy 60 kisdiák részére. A Játszunk újrahasznosítást elnevezésű programról van szó, amit az Ökobecse már sorrendben 12. éve megvalósít, és amelynek célja, hogy a gyerekek játékon és szórakozáson keresztül egészítsék ki a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket. Az Ökobecse Polgári Egyesület 12 éve folytatja a Játszunk újrahasznosítást című programját. Ebben a programban különböző műhelymunkákat állítottunk össze, ami kiegészítő az iskolai tananyagnak, mivel ma a Nemzetközi Erdők Napja van, így az erdők fontosságáról és az erdőben élő állatocskákról beszéltünk. A műhelymunkákon a toalett gurigákból
ceruzatartókat készítenek, mivel beszéltünk az újrahasznosítás fontosságáról is, szóval a papír újrahasznosításával kevesebb fát fognak kiirtani. A gyerekek alig várták, hogy valamilyen formában újra az együttműködés ilyen formája megvalósuljon. Imádják. Tehát ugyanúgy a nagyon fontos a tanítók közötti együttműködés is. Itt lehetőség nyílik arra, hogy meglássák, hogyan működik másik közösség, másik tagozat, új szabályokat lássanak, új funkcionális tudást szerezzenek. A diákok több tantárgyon keresztül tanulnak a természetvédelemről és az újrahasznosításról, mondta Jeliszáv Kasvonyát tanítónő, akinek jelenleg harmadikosai vannak. A természetvédelemről, az erdők megóvásáról, az újrahasznosításról, a tárgyak újrafelhasználásáról, a fogyasztás csökkentése érdekében, továbbá a kevesebb szemét létrehozásáról tanulunk természet- és társadalomismeretekből. Képzőművészet órákon ehhez hasonló műhelyeket valósítunk meg, és ilyen témákkal foglalkozunk első osztálytól kezdve. Idén a projektoktatás keretében témánk ugyancsak az újrahasznosítás, úgyhogy március végén és áprilisban ebben a szellemben dolgozunk. Ez a műhely munka pont beleillik a mi projekt témánkba. Emiatt jól jött az együttműködés az Ökobecsével, amellyel mi már korábban óta együttműködünk. A járvány időszak alatt kicsit szüneteltettük az együttműködést, és kevesebb volt az ilyen műhely munka és gyülekezés, de most már sor kerülhetett rá. És amint látják, a gyerekek nagyon élvezik, és már nagyon várták, hogy közösen dolgozhassanak. A tanulók az újrahasznosítás témakörében velünk is megosztották tudásukat. Az újrahasznosítás fontos, hogy csökkentsük a szemét költségeit, hogy ne költsünk annyi pénzt új dolgokra. Az erdők napját azzal ünnepeljük, hogy új dolgokat készítünk, és nem pedig vásárolunk. Az újrahasznosítás fontos, hogy megóvjuk a környezetet, hogy jobban és szebben élhessünk. Mi most régi dolgokat hasznosítunk újra, hogy ceruzatartókat készítsünk. Ha mindent egy általános szemetes kannába dobunk, ezzel szennyezzük a környezetet. Több fát fognak kivágni, és nem lesznek erdőink. Ha a kartont és a papírt újrahasznosítjuk, akkor ezáltal megóvjuk az erdőket a kivágástól, az erdőkre pedig nagy szükségünk van az oxigén miatt, és az erdők menedéket biztosítanak sok állatnak. Az újrahasznosítás azért fontos, hogy ne halmozódjanak a szeméttelepek a világon. Fontos azért, hogy szóljunk az embereknek, hogy ne vágják a fákat, és azért, hogy tisztább legyen a levegő, és azért, mert sok állatoknak ott a házikójuk. A diákok elméleti ismereteiket ilyen gyakorlati tartalmakon egészítik ki, valamint a Zdravko-Klozsánszki általános iskolában végzett különféle hulladék szétválasztási akciókon tökéletesítik. Szonya Voksics, az Óbecsei Kickbox Klub tagja, a Szerbia Open Kickbox Kupa győztese lett, ahol a Kick Light szakában indult a 65 kg-ig terjedő kategóriában. A Králjevóban megrendezett versenyen, amit március 18-a és 20-a között tartottak. Azt, hogy nem meglepő, hogy Szonya ennek a rangos Európa-bajnoki címnek a nyertese, bizonyítja az a tény, hogy eddigi pályafutása során a kadét kategóriában minden titulust megszerzett az országos és a vajdasági bajnokságokon is, azaz Szerbia bajnoka K1-ben, low kickben, full kontaktban és kicklightban. Mi erről az Európa-bajnokságról február elején szereztünk tudomást, eldöntöttük, hogy nagyon felkészülünk rá, és az aranyéremért megyünk. Ezelőtt volt egy szerbiai bajnoki versenyünk K1-ben, ahol szintén aranyérmes lettem. Számítottam a győzelemre az Európa-bajnokságon, bár a konkurencia igen erős volt.
két meccset játszottam, az egyiket az elődöntőben, amelyen fölényesen 3-0-ra vezettem, a másik meccs pedig egy macedón lánnyal volt a döntőben, amelyen szintén 3-0-ra győztem. Az elkövetkező időszakban folytatjuk a felkészülést a többi versenyre, ugyanebben a tempóban, vagy talán még keményebben, hogy ezt az évet szép eredménnyel zárhassuk. Bízom abban, hogy az edzőm elvárásainak eleget tettem, és hogy a jövőben is így lesz. Természetesen nélküle nem érhettem volna el mindezt, és nem is lehettem volna Európa-bajnok sem. Vuksic az idősebb junior korosztály küzdelmeire jelentkezett, ahol mindkét meccsen meggyőzően jobb volt ellenfeleinél. Žarko Radović edző is elégedett tanítványa eredményeivel. Fényes jövő áll ez a lány előtt, rá még rengeteg csúcseredmény vár, hiszen eddig is remekelt. Az Európa-bajnokságon fölényes győzelmet aratott, és aranyérmes lett. Ez egyben az első nyílt verseny volt a koronavírus járvány után, amelyen megengedték a közönség jelenlétét. Így végre hallható volt a szurkolás a lelátókról, ami sajátos varázssal hatott a résztvevőkre. A tornán 12 ország 230 versenyzője vett részt a JSSK egykori államaiból, Bulgáriából, Romániából, Magyarországról, Izraelből, Finnországból és más országokból. Megmutatkozott, hogy a kickboxnak van egy minőséges generációja a mi harcosaink körében. El kell ismernem, hogy a külföldiek is nagyon jók voltak. Meg kell dicsérnem az izraeli és a finnországi résztvevőket. Nagyon szép döntők voltak, a közönség el volt ragadtatva. A szervezés is remek volt, és meg kell dicsérnem a szerbiai kickbox szövetséget annak vezetőjével, Miodrag Jotic-gyal együtt, amely rengeteg munkával és erőfeszítéssel szervezte meg ezt a remek versenyt, amelyen ennyi versenyzőt kellett megvendégelni, és megszervezni számukra a versenyeket. Sem Szonya, sem a többi harcos számára nincs megállás, mivel javában készülnek és szorgalmasan edzenek az újabb versenyekre, az újabb érmekért. Két hét múlva lesz egy szerbiai bajnokság full kontaktban. Úgy osztottuk be, hogy először minden országos bajnokságon részt veszünk, majd ezt követik a junior és senior válogatottba kerülési kötelezettségek, az Európa és a világbajnokságra. Ezek után részt veszünk a vajdasági bajnokságokon három ágazatban, és végezetül előttünk áll egy szintén nemzetközi torna a Balkán Best Niche-ben, amelyen szintén szerepelni fogunk. Jelenleg tehát a full kontakt versenyre készülünk, és bízom abban, hogy az idei évünk is remek és érmekben gazdag lesz.